lép, és egyből indul Kroázé, nem volt lesen. Kroázé belül a 16-oson, nagyon önzetlen passz Beridzének, 1-0 az Újpest javára a 11. percben. Hát a les határa érkezett a kiugratás Kroázénak, az biztos, de aztán nagyon-nagyon önzetlenül inkább begurította középre. A paszt választotta ahelyett, hogy elvállaljon. Nézzük itt. Hát ott nagyon-nagyon árnyékban van Kroázé, meg nem mondom, hogy ez valóban les volt-e. Ez a passz, ez biztosan nem. Kroázé ki is néz az asszisztensre. Nem jeles semmit. 1-0 az Újpestnek, Beridze góljával. 0-16-oson. Kroázé nem támadják el, is lövi, gyönyörű gól! 2-0 a 14. percben. Hát nem zavartotta magát Kroázé. Ha már egyszer nem támadják meg, akkor ott a lövő helyzet. Megint a les határon ez a passz. Itt tessék nézni, hogy behátrál a védője egész egyszerűen. Ene volt az, aki ott hagyta Kroázét. Itt nem tudott szerelni, és aztán utána elsétál. Kroázé meg gyönyörűen kilövi a jobb alsót. Vagy inkább. Stieber vezetgeti még mindig, aztán jön a lövés, és Dombó majdnem bevédi. 3-2 ellen elhozhatja az Újpest. Stieber, Kroázé, Beridze várja, most indul meg, és a 16-oson belül, és ott is van a harmadik gól. Sakmatra kijátszott lehetőség, szépen kiadogatták a 3-2-t az újpestiek, és Beridze a második gólját szerzi. Ez így nagyon sima. A 8. gólja Beridzének most már a szezonban, és most már egyértelműen megléptek Simon Krisztiántól. Két gólos előnybe került a házi góllövő listán is. Nagyon sima. Stieber a rövidre sikerült megcsúsztatni. Ott a helyzet Kroázé előtt, és nagyon-nagyon rosszul találta el. Bomba. Elteszi a bal lábára. Remek a beadás, és egy gyönyörű jelenet. Csongvai. Az Kroázénak még ragyogó kiugratás, le is futja Enét. Ó, de szépen csinálta Kroázé! És lehet adni, Leoni be is tudja még tekerni középre, Horváth fejese, és aztán másodjára meg tudja fogni Banai.